Sziasztok! Ebben a részben az 1956-os forradalom utáni megtorlásról fogok beszélni, és arról, hogy hány nőt végeztek ki ezekben a sötét időkben. Az 1956-os forradalom utáni megtorlás nem kímélte a nőket sem. Csak azért, mert valaki nőnek született, nem jelentett semmit a börtönökben és a pitófa árnyékában. Nem járt nekik emberségesebb bánásmód. A megtorlás alatt letartóztatottak 4%-a volt nő. Vajon mivel vádolták meg őket? A legidősebb vádlott 1887-ben született, és izgatással vádolták. A legfiatalabbak két 1941-es születésű lány volt, egyikük a szénatéren ápolónő, a másik pedig molotov koktélgyártó volt. A nők döntő többsége felelőtlen kijelentések miatt került bajba, de megfigyelhetjük a korcsoportos megoszlásokat is. Amíg a tizenévesek majdnem kivétel nélkül a barikádokon harcoltak, addig a huszonévesek röplapokat készítettek és terjesztettek, főztek és sebesülteket láttak el. Ha a végrehajtott halálos ítéletek számát nézzük, megállapíthatjuk, hogy 2% körül volt a nők száma. De kik is voltak azok, akiken végrehajtották a halálos ítéleteket? Angyal Józsefné, Fridl Valéria. Ő volt a legidősebb, 47 éves. A harcokban nem vett részt, mégis a budapesti katonai bíróság halálra ítélte. Apa nélkül nőtt fel Oroszváron, majd a Moson-Magyaróvári mezőgazdasági akadémián hallgat néhány szemesztert, majd férhez menéséig titkárnőként dolgozik, Albrecht főherceg uradalmában. 1951-ben kémkedéssel vádolják meg, hűtlenségért 6 év börtönre ítélik. Ezért is fogadta kitörő örömmel a forradalom hírét, hiszen lehetőséget lát egy jobb jövőben. A forradalom leverése után 5 hónapig jelentéseket küld Magyarország gazdasági, politikai és kulturális életéről Ausztriába. Továbbá tájékoztatja a Nyugatot a Nagy Imre per visszhangjáról. Cikket ír a Szabad Európa Rádiónak. Lebukik, és 1958. augusztus 20-án letartóztatják, majd 1 évre rá kivégzik. A vád hűtlenség. Bakos Gyulán és Salabert Erzsébet. Szervezkedés, gyilkosság és a mozgalomban való részvétel vágyával ítélik halálra. Házasságon kívül születik, apját nem ismerte. 13 éves koráig menhelyen nevelkedik. Ekkor az anyja 1 évre rá magához veszi, de aztán meggondolva magát visszaviszi Erzsébetet a menhelyre. 8 általános elvégzése után segédmunkás a GANZ vagon és gépgyárban, valamint egy lámpagyárban is dolgozik. Szeret csavarogni, sőt nem egyszer tiltott kéjergésért beviszik. Közben 2 gyereke is születik 2 apától, a gyerekeket menhelyre adja. 1956. október 23-a őt a moziból kijövet találja meg. A lelkes tüntetők a rádióhoz mennek, Erzsébet követi őket. Jelen van az ostromnál is. Itt felgyorsulnak az események. A rádió ostroma után másnap a versenyáruházat megszálló fegyveresekhez csatlakozik, majd a Rákóczi úti csoporthoz is. Jelen van az amerikai követség előtti tüntetésen, amely az ENSZ beavatkozását kéri. Október 28-án a Práter utcai fegyveresek között harcol a szovjet tankok ellen. A köztársaság téren lőszert oszt, szállít, dobtárat tölt. 1957. március 15. Egy óbudai vendéglő ablakait vörös szalagokkal díszítik ki. Erzsébetnek nem tetszik a látvány, ezért a vörös szalagokat letépi, majd a földre dobva összetapossa. Letartóztatják. 1 évre rá kivégzik. Élt 28 évet. Havrila Bélán és Tiker Katalin. Róla már bővebben meséltem az ikonikus futók a barátnők videómban. Magori Mária. Nehéz gyerekkor az osztály része. Apja kőműves, az anyja 16 gyermeket nevel fel. Az elemi iskola néhány osztályát végzi el, és alig tud írni és olvasni. Gyakorlatilag analfabéta. Pestre költözik egy jobb élet reményében, és a gyors pénzkeresés miatt nyilvántartott, azaz bárcás prostituáltnak áll. 3 gyermeke születik, 2 a későbbiekben Brazíliába emigrál. Ül börtönben, 1 évre a rácsok mögé zárják orgazdaság miatt. A forradalom Pesten találja őt, és mint 100 nőnek, neki is fegyver kerül a kezébe. A tököli úti csoporthoz csatlakozik, molotov koktélokat gyárt. Aktívan részt vesz a fegyveres harcokban. Csoportjával folyamatosan támadja a szovjet tankokat és a páncélautókat. Elfogják, és 1959-ben, 46 évesen kivégzik. Mány Erzsébet. Őt a forradalom nem Budapesten, hanem Gyulán éri.
paraszti családból származik, anyja nem él a családdal. Apja neveli fel őt és a három testvérét. Közgazdasági iskolába jár, de nem fejezi be. Munkát vállal a belügyminisztérium tudakozójában, majd a gyűjtő Foghez telefonközpontjában. Hazaköltözik apjához Gyulára, ahol letartóztatják, és 2 hónap börtönbüntetésre ítélik közveszélyes munkakerülés és okirathamisítás miatt. November elején Gyulán elterjed a hír, miszerint lőnek az utcákon, és sok a halott és a sebesült. Továbbá elterjed az a pletyka is, hogy az orosz katonák elfogják az utcán a fiúkat, bevagonírozzák és Szibériába deportálják őket. Ennek hatására Mány Erzsébet és társaik elindultak Gyulaváriba az ottani határőröktől fegyvert szerezni, hogy megvédjék a gyulai lakosságot. Tüzelőállást alakítottak ki a fehérkörös gyulavári híd főjénél, de mivel nem jött arra senki, néhány óra múlva elunták a várakozást és hazamentek. De a hatalom nem felejtett. A fegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt halálra ítélik az alig 20 éves Erzsébetet és társát Farkas Mihályt. Az eltúlzott ítéletet amolyan elrettentésnek szánták. Erzsébetet a börtönben a verőlegények olyan szinten verték meg, hogy a családjától való búcsúzás közben még ő vigasztalta a szüleit, hogy jobb lesz neki a halál, mert a sok ütlegeléstől testi nyomorékká vált. Az ítélet végrehajtására 1957. február 2-án került sor a Békés Csabai laktanyában. A lányt egy fához kötözték. A honvédek nem vállalták a kivégzést, gyakorlatilag megtagadták a parancsot. Ezért a helyi pufajkások végezték el a piszkos munkát. Erzsébet nem akarta, hogy bekössék a szemét, a gyilkosai arcába akart nézni. Golyózápor zúdult az arcába és a mellkasára. Összeroncsolódott testét egy faládába tették, majd a Békés Csabai Berényi úti temető sarkába hajították egy szemétdombra. És megparancsolták egy sírásónak, hogy ásson egy sírt. A családjának egy éjszaka mutatták meg, hogy hova temették a mártír, 20 éves Mány Erzsébetet. Tóth Ilona, 6 éves medika, akit brutális gyilkossággal vádoltak meg. Perbe fogták, majd felakasztották. Mivel az ügye eléggé terjedelmes és szövevényes, ezért külön videóban szeretnék majd róla beszélni. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!